szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ma nehéz napunk lesz. Ez lesz talán a legtöményebb az egész előadás sorozatban. Címe is sok mindent elárulhatott már, nyelvében él a nemzet. Most ilyen nyelv azért kevés van a világon, tehát lehet sejteni, hogy elég sok mondani való lesz róla. A bevezetés gyanánt hadd mondjam el, hogy a praktikus része a dolognak legrövidebben a Civilizáció és Kultúra című az első előadásban már bemutatott könyvecskében, ez a Keszthelyi Életfa Oboda és Iskola által összeállított és általuk is kiadott könyv. Ebben Eckert Judit, na most ezt a nevet én fölírom a táblára, és ráadásul a címét is, sőt engedélyével a telefonszámát is. Tudnék, rendkívül fontos ez a mű, és a hosszabb, a teljesen kidolgozott anyagot is meg lehet tőle szerezni, tehát ha valaki tanít, vagy úgy gondolja, hogy a környezetében ezt a mai alkalommal ismertetendő módszert szeretné bevezetni, vagy bevezettetni, akkor őt személyesen tessék megkeresni, ma hívtam föl, engedélye, hát a birtokon van, tehát ez azt jelenti, hogy nyugodtan lehet keresni, és ő hát a lehetőséget megadja arra, hogy ezt fénymásolni lehet, majd bemutatom mindjárt, csak egyszerre két kezem lévén, ugye. Most fölírom a nevét, tehát úgy írja le, hogy Eckert Judit. Na most a címét is mindjárt mondom, és be is mutatom a rövid és a hosszabb írásművét is. A rövidebbnek az a címe ebben a velő bemutatott kötetben, hogy Nemzeti kincsünk a magyar nyelv, írás és olvasás tanítása az általános iskola első osztályában. Tehát ez a Civilizáció és Kultúra című kötetnek a 197. oldalán kezdődik, és utána függelékkel, illetve példákkal folytatódik. Na most, ami elkészült, és ami ennél jóval terjedelmesebb és részletezőbb, az ilyen címlapot kapott, de kéziratnak számít. Ezt beadtuk annak idején a tankönyv kiadóhoz, és talán ezt említettem már az első alkalommal, nem utasították vissza, csak azzal adták vissza a szerzőnek, hogy tankönyv családot várnak. Tehát azt várják, hogy dolgozza ki hozzá a tanároknak szóló részt is, meg feladatlapokat. Tehát egy jelenlegi metódus szerinti, ilyen több könyvből álló, vagy több könyvből és füzetből álló csoportot alakítson ki belőle. Nekünk akkor az volt az elképzelés, ez kb. Két évvel ezelőtt történt, hogy nem kell nekünk mindig mindent olyan nagyon komolyan venni. Tehát most vagy dolgozni akarunk, vagy előírásokat akarunk megfelelni. És én azt hiszem, hogy ez jó lesz most már gyakorolni, mert hogyha ez az EU őrület, ez tényleg bevisz bennünket a majomketrecbe, akkor itt egyfolytában majd előírásokkal kell adakoznunk. Tehát tényleg ideje eldönteni, hogy előírásokhoz fogunk ragaszkodni, vagy pedig az életet akarjuk élni annak a természetes menetében. Tehát mi is úgy döntöttünk, nem fogunk ragaszkodni előírásokhoz, ha kellünk így, akkor kellünk, ha nem kellünk, akkor tanítunk, anélkül, hogy kellenénk. Ugyanis tanítani meg úgy is lehet, hogy nem kellünk, mármint a hivatalos szerveknek. Egyáltalán tudomásul kell venni, hogy egyszer vannak hivatalos szervek, csinálják a magukét, egyszer meg vagyunk mi az élet, és csináljuk a magunkét. Nem kell feltétlenül állandóan megfelelni. Minden esetre ezt két éve nem csak, hogy tanítják, hanem kidolgozta hozzá ugyancsak Eckert Judit az egész első osztályos, teljes pontos tanmenetet, ahol már tényleg órákra bontva megvan, hogy mikor, mit csinálnak, ilyen címszavakban is elkészült most már, egy könnyebb kezelhetőség véget, és itt pedig ott annyira részletes leírása van az első évnek ebben az írás anyagban, hogy itt egészen pontosan megvan, hogy mondjuk 20. óra, itt a P betű családot tanítjuk, és akkor az első percekben mi történik, a gyerekek félkörben ülnek szőnyegen, én velük szemben a földben ülök. Tehát egészen ilyen részletezésig.
minden lényeges mozzanat kidolgozva, olvasmányosan, tehát szabályszerűen, ha valaki beesik, egy bizonyos intelligencia kóciens azért elvárható, de ha beesik történetesen helyettesítésre, kézbe veszi, 5 perc alatt át tudja tekinteni, és tanítani tud ennek a szellemében. Most ezt miért kellett ennyire megcsinálni? Tehát lehet gondolni, hogy ez egy iszonyatos munka volt, tehát évekig dolgoztunk rajta. Azért, mert a pedagógusok nagy része eszméletlen lusta. Tehát ez gondolom, hogy közismert, nem úgy lusta, hogy mindenben, hanem amikor valamit ki kéne találni, miért lusta? Azért, mert tudja, hogy meg kellene védeni. Tehát tulajdonképpen sokkal többre lenne képes is, sokkal többre lenne bátor is, ha nem tudná, hogy minden kezdeményezést, hát legalábbis egy olyan 30-40 éven keresztül az igazgatója úgyis eltaposott volna. Tehát ez a készség, hogy valamit találjunk ki, valamit csináljunk meg, ez valahogy elképesztő mértékben visszafejlődött. De ha az ember szépen kidolgozza neki, tehát megmondja, hogy az első percben mit csináljon, utána a másodikban mit csináljon, aztán a harmadikban mit csináljon, akkor egyszer csak rájön, hogy ez nem is olyan nagy dolog. Tehát végig tudja követni, látja, hogy nem hóbugról van szó, ugyanis pedagógusnak a bizalmát azért erősen megcsaphatják ám a jelenleg forgalomban lévő ilyen ajánlatok is, aminek körülbelül 80%-a teljes humbug. De tényleg olyan, hogy csak feltűnési viszketegségből írja valaki. És mert neve van, időnként le kell tenni valamit az asztalra, most nem akarok én nagy neveket emlegetni, de tulajdonképpen az égvilágon semmit nem mond, miért hogy újat nem, de semmit nem mond. Na most ezzel a bizalmatlansággal kellett megküzdeni, és én úgy érzem, hogy sikerült. Tehát ez olyan mértékig pontosan írja meg, hogy mi történjék egyik óráról a másikra haladva az év végéig. Természetesen mindig hangsúlyozva, hogy ez abszolút nem kötelező. Tehát ha van jobb ötleted, kedves kollega vagy kollégina, akkor természetesen változtassál. De ha semmi ötleted nincs, akkor viszont ezt nyugodtan használhatod, mert biztos, hogy ezzel kárt nem teszel, viszont ez sereg jót meg igen. Na ennyit erről, ezt én most természetesen nem fogom részletesen ismertetni, hanem elmondom, hogy milyen alapelvek szerint kellett elindulnunk. Az alapelvek között az első az volt, hogy az iskolai tapasztalat szerint jelenleg a legutáltabb tantárgy az a magyar nyelv, annak is a nyelvtana. Hát itt mondjuk matematika tanárok berzenkedhetnek, hogy nem is így van, mert a matematikát utálják legjobban a gyerekek, de ez nem így van, és fölösleges, teljesen fölösleges a vetélkedés, mert úgyis a nyelvtan fog nyerni. Tehát ha őszinte tanár és diák is, akkor egyöntetűen a nyelvtant fogják a legutáltabb tárgynak feltüntetni. Na most ennek valami oka kell legyen. Tehát olyan nincs, hogy magától egy normális gyermek a saját anyanyelvét elkezdi utálni. Tehát döntően fontos kérdés, tudjuk-e egyáltalán tanítani a nyelvünket, vagy nem. Aztán, amit mi tanítunk, nyelvtanítás cím, az tényleg a mi nyelvünkre tanít? Mert ezeket a kérdéseket egyáltalán nem teszik föl, hanem automatikusan úgy veszik, hogyha lefordítok egy jó német tankönyvet magyarra, vagy egy régi jó latin tankönyvet magyarra, akkor abból egy jó magyar tankönyv lesz. Na hát abból nem lesz jó magyar tankönyv. És jelenleg is a nyelvoktatás, mármint a magyar nyelvnek az általános iskola első osztályától történő oktatás, ez tulajdonképpen nem a magyar nyelvnek az oktatása. Ez valamilyen indoeurópai nyelvnek az oktatása, csak lefordítjuk magyarra azt, ahogyan oktatjuk. Tehát az egész szerkezete, ahogyan fölfogják a nyelvet, az nem a magyar nyelv szerkezete, hanem egy indoeurópai nyelvnek a szerkezete. Ezt próbálják rá a magyarra, természetesen a magyar nagyon rosszul érzi magát ebben a szerkezetben, és ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy tehát a magyar az egy csökött nyelv, az nem igazán sikerült nyelv, nehéz is megtanulni, rengeteg a szabálytalanság, de mihez képest? Mihez képest? Ahhoz a szabályrendszerhez képest, amit ők a saját nyelvükre dolgoztak ki. Ahhoz képest valóban elég sok a meg nem felelés, de hát ez nem hátránya a magyar nyelvnek, hanem sajátossága, és talán ezt kellene alapul venni, amikor egy rendszert kidolgozunk rá. Na most van egy ilyen elterjedt vélemény, vagy vélekedés pedagógus körökben, hogy
A betűk megtanulása, mert most lebontjuk a kérdést egészen a betűk tanulásáig. Hiszen elsőben tulajdonképpen ez az igazi nagy gond, pedagógusnak is, meg gyereknek is, hogy meg kell tanulni egy ABC-t. Az általános vélekedés pedig így szól, hogy na itt aztán nem kell sokat szórakozni, tehát ezt meg kell tanulni. És akkor jön az ilyen nagyon kiváló pedagógus, azt mondja, én már fél évig megtanítottam az egész ABC-t. És szóval ez az erős pedagógus, aki rendet tart, és igenis megtanította. Most semmi baj, nagyon jó, hogyha erős kezű egy pedagógus, és tényleg meg tudja tanítani, amit akar, de ezáltal tehertételként kerül a nyelv, mint olyan, az írás elsősorban, de maga a nyelv is tehertételként kerül be a gyerek tudatvilágába, illetve képzelt világába, és innentől kezdve meg is maradt tehernek. Így ismerkedett meg a nyelvvel, tehát a továbbiakban is, mint terhet cipeli magával. Az iskolának a egyéb menete már nagyon sok helyen elkezd tapogatózni afelé, ezt talán az első vagy a második alkalommal már említettem, hogy az évkörnek a rendjét valamilyen módon belopja az oktatásba is. Amikor mi elkezdtünk Keszthelyen Molnár V. Józseffel, Platt Istvánnal, Falvai Károllyal egy új fölkérésre, egy új ilyen metodikát kidolgozni, annak az egyik alapkérdése az volt, hogy lehet-e a tanulás menetét az évkör menetéhez hozzáigazítani. Lehetőleg mindig azt tanítsuk és úgy tanítsuk, ahogyan az illető évköri egységben a legtöbb késztetés támad a gyerekekben, mert ha a gyerekben támad, akkor a pedagógusban is támad. Tehát egy ugyanazon természet működik, csak hát életkori sajátosságnak megfelelően a gyermekben is és a felnőttben is. Ugyanakkor ugyanaz a természet működik kint is, tehát azt látja maga körül is. Tehát van egy logika abban, hogy az ember lehetőleg ne akármit tanítson, akármikor, hanem megkeresse azokat a tananyag csoportokat, amelyek az adott időegységben a legfogékonyabbnak találják a föllevő közeget, a gyereket, és ugyanakkor legjobb képességeit tudja hasznosítani a pedagógus is, mert benne is ugyanakkor ezek a tulajdonságcsoportok mozgósulnak. Ugyanakkor nagyon jó lehetőség van arra is, hogy az adott időegységben mocorgó rossz tulajdonságokra viszont figyelmeztessünk. Most ez a gyakorlat a középkor, hát ma így visszanézve jó néhány évszázadán keresztül, azért vagyok ilyen nagyon óvatos, mert ugye az Illich-féle elmélet értelmében most már nem mondunk kerek számokat, hogy hány évszázad, de azért ez jó néhány évszázad volt akkor is. Minden esetre tudjuk, hogy az úgynevezett perikópa rendszer az ige hirdetésben is nagyon messze menően alkalmazkodott az évköri egységekhez. Tehát ha tavasz volt, akkor a föltámadó természetnek, a kiviruló természetnek, a bennünk is kiviruló életnek próbált alája nyúlni, segíteni, ige helyekkel megtámogatni, és az ilyenkor esedékessé váló túlkapásokat, veszélyeket az emberi cselekedetek között próbálta visszametszeni. Tehát mindenképpen úgy szólt az emberekhez, hogy azok azonnal érezték, hogy nekem szól a tanítás, és aktuális a tanítás. Na most ez a perikópa rendszer aztán az úgynevezett lectio continua elvbe hozatalával, ez a reformációnak volt az egyik nem túl szerencsés ötlete, tehát a lekció continua azt jelenti, hogy elkezdek valahol egy igét elkapni, lehetőleg minél hamarabb az Ószövetség elején, és akkor onnantól kezdve, ha esik, ha fú, én folytatom. Tehát a következő alkalommal megint folytatom, aztán megint folytatom, és semmiféle tekintettel nem vagyok arra, hogy közben karácsony, hát akkor született egy gyerek, jó van. Akkor megint megyek tovább, közben én már régen a figyládáról beszélek, tehát semmi köze nincs közvetlenül a földolgozott anyagnak ahhoz, ami az emberek lelkében valójában mozog. Tehát ezt mind miért mondom? Azért, mert tulajdonképpen ez a tanítási gyakorlat működik ma. Ha esik, ha fú, neki elő van írva, hogy most nem tudom, hogy Radnótinak ezt vagy azt a versét tanítsa, akkor tanítja.
Holott pedig mondjuk annak a Radnóti versnek megvolna egy olyan, hát, hogy mondjam, csak mozgósító ereje, amit egy adott időegységen belül mondjuk tavasszal nagyszerűen lehetne hasznosítani, abból ki lehetne indulni, össze lehetne kapcsolni természeti folyamatokkal, és így tovább, és így tovább. Na most, az alapvető kérdés tehát így hangzott, hogy lehet-e az egész tanítási menetet ráhangolni az évkörnek a saját ritmusaira, amik nagyon jól ismert ritmusok, vagy pedig ez egy hát ideális ügy, de hát tulajdonképpen gyakorlatban nem valósítható meg. Na most bármilyen furcsa hangzik, mikor mi elkezdtük ezt a tervezgetést, akkor ez olyan elég hát merész ügynek tűnt. Mire befejeztük, kiderült, hogy a velünk párhuzamosan dolgozó pedagógus csoportok, akik különböző kiadóknak a szolgálatában tankönyveket írtak. Mert tudjuk, hogy most egy egész sereg tankönyv típus van forgalomban, és ezek közt lehet válogatni, ami hát lehet, hogy jó, de azért nem annyira jó, mint ahogy az első pillantásra tűnnék. Mindenesetre szinte mindegyik, de én úgy is mondhatnám, hogy mára már kivétel nélkül, mindegyik ezt az elvet próbálja ma már megvalósítani. Nem konzekvensen, nem következetesen, de mindegyiken már átvonul ez az igény, hogy próbáljunk tavasszal a tavaszhoz kapcsolódó dolgokat tanítani, hát mondjuk ősszel kezdünk, tehát ősszel az őszhöz kapcsolódó, sőt van úgy, hogy egy olvasmány sorozat eleve így fűződik rá a tanmenetre, hogy mindig a természet mozgásáról is legyen egy közvetlen beszámoló, mondjuk Fekete Istvánnak valamelyik regényéből, aki csodálatosan írja a természet működését, vagy más egyéb, vagy még akár Félix Saltentől is vesznek idézeteket. Tehát olyan mindig a gyermekekhez közvetlenül szóló nyelvezeten írott anyagról van szó, amelyen szinte észre se veszi a gyerek, és mindig otthon van, tehát abban az időben esedékes események között, amikor éppen tartunk az évkörben. Na most ez mind nagyon szép, és tényleg nagy örömünkre is szolgált, hogy tulajdonképpen majdnem kéz a kézben sétálunk most egy bizonyos, hát általunk jónak tartott úton, kollégákkal, senkivel nem kellett vitatkozni. Tehát ez tényleg egy felemelő érzés volt, hogy egész egyszerűen, mint a kés a vajba úgy hatolt be ez a program a pedagógia, hát elég mondjuk híg masszájában, mert azért azt tudjuk, hogy ez elég híg, de legalább tényleg senkivel nem kellett verekedni. El is fogadták, tehát mondom, semmiféle ellenvetés nem volt. Csak egy bökkenő volt, de azt sem más mondta, ezt magunknak kellett mondani, hogy de mi lesz a betűtanítással. Mert akárkivel beszéltünk erről a kérdésről, mindenki azt mondta, hogy hát gyerekek, itt meg fogtok bukni, mert hát az, hogy egy A ilyen, és nem tudom, egy ilyen, hát azt te hogy a csodába fogod ráfűzni az évkörre. Tehát ezt az egyet tényleg mechanikusan kell tanítani. Üljön le a gyerek, ez nem fejkérdés, ez fenékkérdés, maradjon addig ott, amíg meg nem tanulja, hogy az A betű ez, míg nem az Z betű meg ez. De ennek az ének épp úgy semmi köze nincs ahhoz a hanghoz, amelyet kiejtünk, miközben írogatjuk le, mint az annak ahhoz a jelhez, amit leírunk. Ezt tessék tudomásul venni, ez szemiotikai kérdés. Ezt egy Ferdinand Saussure nevezetű úr már rég kidolgozta, a jelek, tehát a jelzett és a jelző, vagy jelölt és jelölő, az csak is és kizárólag megegyezésszerű viszonyban lehet egymással. Itt semmiféle évkörre rendezettség, semmiféle szerves kapcsolat eleve fel se tételezhető. Na most meg kell mondjam, hogy ez nagyon kategorikus kijelentések engem mindig kicsit irritálnak. Ez rossz tulajdonságaim közé tartozik, nem fogadtam el ezt. Nem fogadtam el, és elkezdtem vizsgálni, hogy vajon van-e ennek valamiféle tényleges bizonyítéka, vagy csak kényelmi szempont diktálja. Na most kiderült a következő. Több rendbélileg nagyon is szoros kapcsolatban van az ABC az évkörrel. De hát, ha én nem vizsgálom, akkor persze soha nem fog rájönni. Tehát gyakorlatilag mi már erre építettük rá a betűtanítást, és ennek a részletezése van ebben az Eckert Judit által részleteiben is megírt, összeállított és megírt
Hát van menetben. Na most nézzük, hogy mi a kapcsolat lényege. Hát nagyon mélyére nem fogok én ma menni, csak mert itt most a praktikus szempontok kerülnek előtérbe, hogyan tanítsunk. De lehet, hogy majd a közepén vége felé egy kis elvi alapvetést is hozzácsapnék. Most a lényeg a következő. Adva van egy olyan betűmennyiség, amiről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy a magyar ABC-ben ugye, összesen 24 mással hangzó van, ez még a Z és a G utólagos mesterséges beiktatása előtti állapot. Ez tudni való, hogy a Z-t és a G-t azt teljesen oktalanul, vagy oktondi módon erőltették be a magyar ABC-be. Miért nem, ez egy külön kérdés. Olyan betűt semmiképpen nem tekinthetünk, vagy olyan hangot, önálló hangnak, amivel nem kezdődik magyar szó. Tehát ezek elég egyértelmű dolgok, hogy mégis miért erőltetik, mondom, ez ne legyen a mostani, hát hogy mondjam, előadás témája. Lényeg az, hogy 24 mással hangzónk van. Ami megint, tehát ezt egyelőre írjuk ide föl, tehát 24 mással hangzónk. Mással hangzónk, az MSH-nak szoktam rövidíteni. És megint rövid fejszámolás, magyar ABC-ről beszélek. Most nagyon érdekes, hogy például egyáltalán nem tanítanak magyar ABC-t. Rögtön fölégítják és csinálnak belőle egy ilyen euromajmoknak szóló ABC-t, amiben már benne van a Q, benne van az X, benne van az Y. Nincs, a magyar ABC-ben nincs ilyen. Miért nem lehet először a magyar ABC-t megtanítani? És abban a pillanatban, hogy beteszem a Q-t, beteszem az X-et, az Y-t, már eltűnik egy gyönyörű rendszer a magyar nyelv, hát hogy mondjam, leírt rendszeréből. Ez körülbelül ugyanolyan károsodás, mint hogyha én kivonom mondjuk a szlávnak tekintett jövevényszavakat a magyar nyelvből. Hát utána már lőhetem. Tehát teljes belső összefüggés rendszer összeomlik, ugyanis ezek nem jövevényszavak. Tehát a magánhangzókból pedig 14 van. Na most. Hát ez így nem sokat mond, általában ezeket összeszokták adni, és akkor kapnak egy 38, hát ugye betűjelet, amit ebben az esetben hangnak is lehet nevezni. Tehát itt a megfelelés a hang és a betűjel között az gyakorlatilag egy az egyhez. Na most így, hogy 38, ez nyilvánvalóan nem mond semmit. De ha azt nézem, hogy 24 az egyikből, és 14 a másikból, akkor ezek nagyon beszédes számok. Ehhez egy rövid kis, hogy mondjam én, művelődés vagy pedagógia történeti bevezető kínálkozik, és akkor sokkal jobban megértjük, addig lehet jobban gondolkozni rajta, hogy vajon mi lehet ez a 24 és mi ez a 14. Hát tudva levő, hogy a évkört a jeleknek, tehát a betűjeleknek kifejezetten a rendszerével nem én vetem először egybe. Ennek irodalma van. A két világháború között egy Franz Dornsife, na ezt fölírom, mert ez nem magától értetődő, tehát a Dorn, mint a tövis, és a Seife, mintha szappant mondanék, csak két F-en. Tehát Dornsife és Franz. Ez az úr egy olyan könyvet írt, amit két, hát én nekem már második kiadás van meg, tehát nyilván forgatták ezt a könyvet. Ennek az volt a címe, hogy Alphabetin Mysticum Magi, tehát az ABC a misztikában és a mágiában. Hát itt sok mindent leír, ami tényleg a mágikus praktikáknak a szolgálatában állt az ABC keretében. Tudjuk nagyon jó, hogy az abrakadabra, tehát ezek a betűszavak, ezek régen mágikus kifejezések voltak. Tehát ezekkel lehetett rontani, lehetett megidézni minőségeket, de bennünket most nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy kimutatja, és nagyon alapos a munka, tehát tényleg összegyűjti a hiteles dokumentumokat, hogy a görög ABC az 24 jelből áll. Na most ezt gondolom ismerik legalábbis nagy részt, mert ezeket fizikában használjuk, időnként használjuk orvostudományban is őket, tehát tudjuk alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, jött a kappalamba, mű, nő, xi, omikron, és akkor lehet folytatni. Tehát ezek
tudjuk a pi rho sigma tau, és akkor jön a y phi hipsi omega. Na most, ha valaki ezt számolt, ez 24. A 24-et pedig írja Don Saif, már az ókorban is dokumentumokat sorol föl, tehát nem kiszámított dologról, hanem dokumentált dologról, kétféleképpen kapcsolatba hozták az zodiákussal. Ugyanis most már szépen ébredezhetünk, a 24 az egyenlő 2x12-vel. Tehát kétféleképpen is kapcsolatba hozták a görög ABC 24 jelét az állatövvel, egyszer úgy, hogy párhuzamos sorolásban. Tehát azt jelentette, hogy mikor elértek a végére, tehát a 12 már a zodiákus végére, tehát a 12-hez, akkor folytatták. De most fejből nem tudom megmondani, hogy melyiknél, tehát az alfa mellé azt hiszem egy nő jött ki, és utána folytatták. És ilyen módon kétszer íródott az ABC az állatöv köré, és ezzel ők megveregették a maguk vállát, hogy nagyszerűek vagyunk. Na most a másik lehetőség pedig úgy volt, hogy amikor a végére értek a 12-esnek, akkor nem folytatták, hanem keresztezték. Tehát akkor utána az omegát tették az alfa mellé, a béta mellé, ugye figyelj, psi ad a psi jött, és így tovább. Tehát elkezdtek visszafelé menni. Ez gondolom így most követhető volt. Most ezt nem rajzolom fel a táblára, mert kicsit hosszadalmas lesz. Tehát minden esetre mind a két megoldást számon tartották, és azt meg különösen, hogy az ABC-nek igenis nagyon szigorú kapcsolata van az állatövvel. Tehát ha már én az állatövhöz kapcsolni tudom az ABC-t, akkor ezzel én az évkörhöz is hozzá kapcsoltam. Ez gondolom belátható. Mert az állatövnek van egy időbeli vonatkozása is, ez a hónapoknak a 12-esét jelenti. És akkor én most haváról beszélek, a bika haváról beszélek, az ikrek, és így tovább, és így tovább. Na most, ami az egészben a legizgalmasabb volt, az a következő. A görög ABC-ben, ha én a 24-est a teljességnek veszem, az azt jelenti, hogy a magánhangzókat egyöntetősítettem a mással hangzókkal. Most nem is első hallása nyilván nem is érzékeljük, ez egy hatalmas könnyelműség. Tehát az egész görög-római műveltség itt esik hasra. Szabályszerűen megcsúszik, és többet nem tud talpra állni. Ugyanis a valóság nem így működik. A valóságnak van egy szilárd szerkezete, és van egy dinamikus, egy mozgó rendszer benne. Na most a magyar nyelv pedig a legjobb jelenlegi tudásom szerint egyedül a nyelvek írásos rögzítései közül ezt olyan mértékig tudomásul vesz, hogy ez egyszerűen szédítő, de a szó legszorosabb értelmében. Tehát a mással hangzó rendszer az a statikus szerkezete a nyelvnek. Ezért van az, hogy nagyon sok nyelv, mai napig is jó néhány, itt elsősorban a szemita nyelvekre gondoljunk, tehát az arabra, a zsidóra, tehát az illitre, ami ugye a hébernek a modern változata, mai napig is más a hangzó rendszert jegyez csak. Ha akar nagyon, akkor pontozással jelezhet még magánhangzókat is, de ezzel egyáltalán nem köteles. Például utcanév táblák Tel Avivban egyáltalán nem is jelzik a magánhangzókat, úgyis tudja mindenki, hogy mi. Tehát csak a más a hangzó rendszert jelzik. És még nagyon sok minden szövegben. De minden is, hát a régi szövegekben pedig döntő módon csak is a más a hangzókat. Ebből adódik egy sereg félreértési lehetőség egyébként. Na a lényeg az, hogy a magánhangzó rendszer viszont a dinamizmusát adja a nyelvnek. Tehát a magánhangzó az lélekkel tölti meg az egyébként statikus nyelvi rendszer. Tehát az dinamizálja. Na most a 12-esség egy kozmikus rendszerben, azaz álló csillagok övezete, állott övnek nevezzük, ami azt jelenti, hogy az állapotszerűségek övezete. Az állat a régi magyar nyelvben, ezzel már azt hiszem foglalkoztunk sokat, az állapotot jelentett. Tehát azt jelenti, hogy az állatöv az az állapotszerűségek öve. Tehát a statikusan modellezett mindenség körülöttünk. Na most az, hogy ez megmozduljon, az viszont a bolygórendszernek a működésétől függ, annak a függvényeként alakul, abból meg hetet tart nyilván
a klasszikus asztrálmítoszi rendszer. Minden valószínűség szerint sokkal többet ismertek, nem csak annyit, mint amennyit mi ma, hanem még ezen is ismertek túlmenően bolygókat, de csak 7-et jegyeztek közülük, mert ebben a 7-ben az összes többi is benne van. Tehát a tulajdonságok, az újabban felfedezett bolygóknak a tulajdonságai is nagyon szépen belevetíthetők a 7 valamelyikének a tulajdonságaiba. Példát mondok, például az Uranusnak, amit később fedeztek föl az európai, mondjuk műszeresen vizsgálódó tudósok, ennek a tulajdonságai például a Jupiteréhez társulnak, ilyen módon hát tudnak, hogy mondjam, valamilyen többletet adni a jupiteri tulajdonságkörhöz. A másik ilyen, tehát mondjuk a Plutói, a legújabban felfedezett, az például a Marsnak egy sokkal vadabb, sokkal, hát hogy mondjam, a dolgokat végletekig dűlőre vívő megfelelője. Tehát minden esetre a 7 bolygó rendszer tökéletesen modellezi a világnak a dinamikus részét. Na most a 14 meg a 7 meg a többszöröse. Tehát summa-summarum, ez a fajta kettősség, amelyiket összemos a görög ABC, ilyen módon összemosva, ahol az alfa, az epsilon, az ypsilon, a jotta, ezek mind már magánhangzók. Tehát mint magánhangzók tulajdonképpen jogtalanul vesznek részt abban a modellrendszerben, amelyik a statikus foglalata a világnak. Tehát látszik, hogy valami nagyon elromlott, mire görögösödött, vagy mire a görögök lejegyezték. Na most ehhez képest mi állandóan a görögöt tanuljuk. Tehát a göröggel kezdődik a zsákutca, de már a zsákutcában vagyunk. És állandóan ebben a zsákutcában terelgetnek bennünket. Itt viszont még maga a teljesség van jelen, nota bene, senki nem figyel oda. Tehát igenis az első, amire föl kell figyelnünk, hogy a magyar betűírás az közvetlen kapcsolatban van az évkörrel, és ezt fogjuk a továbbiakban részletezni. A másik, tehát a 14-es, a magánhangzók rendszere, az pedig a bolygórendszere. Na most mind a két irányból megtapasztalható a magyar mással hangzók 24-ességének és az évkör 12-ességének a kapcsolata, tehát itt is lehet mind a két félét végigpróbálni, és most rajzoljuk le magunknak szépen az évkört. Ismerős a képlet, abban a sorrendben, ahogy szoktuk, tehát itt van a kos, itt van a rák, tehát tavaszi napi egyenlőség, nyári napforduló, őszi napi egyenlőség a mérleg, és téli napforduló a bak. Mindegyik között kettő-kettő van még. Érdemes, ezt most érdemes jegyezni. Nem mondom, hogy mindent érdemes jegyezni, de ez tényleg érdemes. Tehát a kos után a bikajon, aztán az ikrek, aztán rák után oroszlán, aratószűz, mérleg után skorpió, nyilas. Ezt mindig a fejéhez rajzolom, mint szoktam is. Az illető egységnek, tehát vízöntő innen idáig tart, és a halak zárja le a sort. Na most minden ilyen egyeztetés, amelyik egy lineáris rendszer, tehát egy sorban olvasható rendszer, ilyen például az ABC. Tehát aminek van egy kezdete és van egy vége. Tehát egy ABC-t nem lehet máshol kezdeni, mint az A-nál. Akár A-ként kezdem, akár alfaként, akár alefként, akár elifként. Tehát ezek mindig valamelyik hangtól kezdenek, és egy zárt, egy kötött sorrendben veszik a betűk sorozatát, amelyik hangokat jelölnek. Na most itt tehát a B-vel kezdünk, mert hiszen mással hangzó rendszert írunk rá az évkörre. Amit én most írok, ezt nem az első órákon kapja a gyerek természetesen. Miért? Mert még nem ismeri a betűket. Arra most külön majd visszatérünk, hogy hogyan ismeri meg a betűket. Egyelőre a rendszert lássuk, mert ha ezt nem ismeri előre a pedagógus, akkor nem fogja tudni kézben tartani a tananyagot. Nem fogja a súlyát érzékelni, és nem fogja a ritmusát sem az évkörön belül. Tehát ez a B, ide jön a bikához a C, a D az az ikrekhez, a rákhoz jön,
B, C, D, az E, E az természetesen kimarad, utána jön az E, bocsánat, nem, elnézést, ide a C jön, és ide jön a D. Tehát a magyar ABC-t írjuk föl, már én is beleszaladtam egy csapdába, mert a magyar ABC-ben igenis a C után a C jön. Tehát a D ide kerül, ide jön az F, mert ugye az E, E kimaradt, E, F, G, és akkor ide a G jön természetesen. EFGG, H, az II kimarad, itt a J van, tehát a nyilasnál a J, itt a K a baknál, EFGG, K, L, az a vizöntőnél, és az EJ, tehát ellipszilon. Ez kerül a záró halakhoz. Na most menjünk először a párhuzamos sorolás mentén. Tehát a B-hez, ugye L, E, M, az M betű jön, utána ide jön az N, a C mellé az Eny, a D-hez a P, F-hez R, a G-hez S, a G-hez S, ide a T, ide a K, ide a V, ide a Z, és ide a Z. Tehát végigvittük. Na most ez így, tulajdonképp bármelyik nyelv bármilyen 24 tagból álló részrendszerével, vagy magával a teljes betűrendszerrel, mint a görög nyelvben, végigkövethető. Most például ez már mondjuk a héber ABC-vel biztosan nem tehető meg. Miért? Mert az csak 22 jelből áll. Tehát ez azt jelenti, hogy ott valami más rendszert szolgál az alapjául. A arab írásjelek rendszerét megint nem tudjuk összevetni vele. Miért? Mert az meg több. Tehát az meg a 28 körül van, de még azt is meg kell szorozni négyen, mert különböző alakúak a jelek attól függően, hogy önállóan vannak, szó elején vannak, szó közepén vannak, vagy szó végén vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy még külön négyen be kell szorozni, és akkor kapom meg, hogy az arab írás viszont egyértelműen holdritmusra alakul. Mert ez a számosság, ez meg a hold keringési ciklus ideje, és ez a négyesség, ahogyan megjelenik, ez egyértelműen a holdnak a négy fázisát jeleníti meg. Nem véletlenül, hát tudjuk, hogy az arabok mai napig a félholdnak a zászlaja alatt sorakoznak, és az egész rendszerük, ahogyan az időt számon tartják, ahogyan a saját belső ritmusukat igazgatják és számoltatják, ez mind a holdnak a ritmusára alakul. Miért? Miért nem? Ez egy külön téma, meg lehet indokolni egyébként, csak nem két mondatban. Tehát lényeg az, hogy a betűjeleknek, általában az írásnak és a kozmikus ciklusoknak nagyon is szoros egymáshoz képest a kapcsolat. Nem megegyezésszerű. Mohamed hiába egyezett volna meg a tevéjével, mai napig sem 28 jellel dolgoznának. Tehát ez nem megegyezés kérdése, hanem arról van szó, hogy egy rendszer az vagy rá tud hangolódni a mindenség valamelyik ritmusára, vagy le fog pusztulni. Nem lesz hosszú életű. Tehát minden esetre eddig még a dolog nem olyan nagy boom, hogy úgy mondjam. Onnan kezd nagy bummá válni, hogyha elkezdem vizslatni, hogy a magyar nyelvben vannak-e olyan szavak, amelyek ebből a két betűből állnak. Tehát amelyeknek a gerincét ez a két másra hangzó alkotja. És akkor egy kiegészítő kérdést is érdemes hozzátenni, hogy az így képezhető szónak van-e valamilyen köze ahhoz az évköri egységhez, amelyik mellé került, tehát amelyiknek a tartományába került. Most nem tudom, érzékeljük-e, hogy ez egy rendkívül szigorú megszorítás. Ráadásul 12 esetben kell stimmelnie. Tehát erre, ha nem valóban így születik a nyelv, szerint a rendszer szerint semmi esélyünk nincs. Tehát ha én valószínűség számításban akarom modellezni ezt a lehetőséget, akkor nulla után, annyi nullát írhatok még a tizedes vesző után, hogy körbe fog érni a Földön. Tehát az egyenlítő mentén körbeírhatom a nullákat. Minden esetre érdemes végigpróbálni, hát ha én egyszer tavasszal a legfontosabb tulajdonságnak a természet föltámadását tartom, az egyértelműen egy nagy bummal fog megindulni. Ezt világ
hogy mondjam, keletkezése nagyságrendben mai napig is így nevezzük. Ez a Big Bang, vagy nagy boom. Nem tévesztendő össze a Big Brother-rel. Tehát ez a nagy boom. Ha hallottunk már sintoista világteremtése zenét, akkor a továbbiakban szinte minthogyha az elevenedne meg. Nem azért, mert sintoista papok jártak betűt tanítgatni nekünk, hanem azért, mert ugyanazt a ritmusát próbálja az a zene megidézni a világ mindenségnek, ami itt a betű kombinációknak az évkörhöz rendelt rendszerében kifejezésre jut. És ez micsoda? Az, hogy ha én el akarom indítani az évet, tehát feltámadást akarok, egy hatalmas robbanásszerű energiakitöréssel kell indítanom. Másképp nem jutok el még a következő hónapig sem, nemhogy végig az év körül. És ez a boomnak az esete. Azt tudjuk, hogy a hosszú mással hangzót, az csak a megszokás íratja két M-mel. Az tulajdonképpen nem két mással hangzó, hanem egy hosszú mással hangzó. Tehát ezért teljesen fölösleges két M-et ideírni, eredetileg a rovásírás sem jelezte a hosszú mással hangzókat két mással hangzóval. Tehát ez mindesetre a boom. Na most a következő az a zeneiségnek az elindulása. Ez nagyon fontos, a bikához a zeneiség tartozik, és itt már nem az energiának ez a hatalmas, elsöprő, erejű, mennydörgésszerű megjelenése a döntő, hanem egy nagyon finom, ezt általában keleten cintányérral szokták, vagy a háromszöggel. És ez utána hatalmas robaj után, ami a bummal vele jár, ez az icipicike kis cin, ez adja meg a világ visszajelzését, hogy igen, működök, jól érzem magam, tudom folytatni. Ha ez nincs, akkor leállt, lecsengett az egész nagy robbanás, és nincs folytatás, nincs élet. Tehát minden esetre ez nálunk a cin a megjelenés szintjén. A következőt már ki lehet találni, az ikrekben a cs és az eny kapcsolata kétféle módon is hangzósítható tovább. Az egyik az, amelyik talán az ikrekhez, mint garabonciás magatartás formához jobban illik, ez a csíny. A csíny. Tehát ebben az életkorban, az ikreknek megfelelő életkorban, ami a kamaszkornak felel meg, ez maga az életforma. Tehát ez, amiben igazán jól érzi magát a gyerek, erre kell fölkészülni a felnőttnek, és nem ledorongolni érte, nem visszametszeni, mert a csíny a létformája ebben az időszakban. De van még egy nagyon érdekes dolog, itt kezdi érzékelni a gyerek, hogy ő csúnya. Tehát egészen a kamaszkor beálltáig, tehát a második nagy forduló, tudjuk, hogy 7 évesek ezek a sejt megújulással összefüggő teljes megújulásai az embernek, tehát egy 7 éves ciklus. Most a második 7 éves ciklus végén kezd a kihelyezett én vizsgálódni. Addig van egy belső képünk magunkról, és ez általában pozitív. Na most a 14. év körül jön be az, hogy először rádöbbenek, mikor tükörben nézni, hogy jé, ez az iszonyat itt, ez én vagyok. Tehát, hogy kívülről nézve mindaz, amit én eddig fölépítettem magamról, ugye belülről látván magamat, és természetesen tökéletesnek, hát az romokban hever. És innen itt döbbenek rá, hogy én tulajdonképpen jóvá tehetetlenül csúnya vagyok. És ez okozza azt, hogy nagyon sokan tényleg kétségbe esnek. Tehát a fiatalkori öngyilkosságok nagy része ezt a szakadékot nem tudja áthidalni, és ez vezet ugye az öngyilkossághoz, egyszerűen elviselhetetlennek tartja már önmagát. Mert kívülről nézve ez az egyébként is rendkívül kritikussá váló szellemiség, ami mindent, az apát is megkritizál, az anyát is, a pedagógust is, mindent. Ez a feladat ebben az életkorban. Az önmagát tartja, hát sajnos a legelviselhetetlenebbnek, és tulajdonképpen ezt vetíti ki a környezetére is. Na most ez a csúnyaságnak a megélése, ez az ikrekhez tartozik. Tehát itt nagyon sok mindenre rávezet ám a nyelvünk, anélkül, hogy sokat kéne okoskodni, mert ha valaki már volt, hogy milyen kamaszkorban, és nem élte meg ezt az élményt, akkor vagy nem volt tükör otthon, vagy valahogy
valamivel kompenzálták ezt. Nagyon hosszan tud ebből a levert érzésből kikecmeregni az ember, ha őszinte önmagához. És csak a kamaszkor végén kezdi úgy élni már az életet, hogy hát Istenem, én ilyen vagyok, el kell fogadnom magamat is. Lehet, hogy nem is ez a fő gond az életbe, hogy én milyen gyönyörű vagyok, hanem vannak egyéb mércék is, amivel mérni lehet magamat. Tehát lényeg az, hogy itt a csíny, de a csúnya is. Nagyon ide tartozó fogalom. Na most itt jön az első olyan meglepetés, hát ami tényleg egy kicsit engem is meglepett, pedig elég sok mindenre fölkészültem. Azt tudjuk ugye, hogy a másra hangzókat saját kategóriájukban lehet duplázni. Tehát azt jelenti, hogy én annyiszor olvasom ki a D-t, tulajdonképpen T formájában is, sőt T formájában is, de most sokkal szigorúbbak vagyunk, csak D formájában lehet tovább olvasni. Tehát miért lehet? Azért, mert a szabályrendszer értelmében, ha túl sokszor olvassa ki, úgyis dadogni fog. Tehát a nyelv önmagát szabályozza, nem kell külső szabályrendszerrel kordába fogni. Az azt jelenti, hogy én ebből nyugodtan a D betűből magából kiolvashatom azt, hogy D-d. És abban a pillanatban már tudom, hogy a P betűből mit olvassak ki. Tehát ez a dédapának a kategóriája. Na most a déd az egyébként az ősöket jelöli. Tehát azt jelenti, hogy nem az apám, nem is a nagyapám, mert addig ez egy zárt láncolat, hanem annak az apja. Tehát ez magát a gyökeret jelenti. Azt, ahonnan én jövök. És az a döbbenetes benne, hogy az ember ugye a ráknál mindenképp az anyaságra gondol. De felejtsük el, hogy mi magyarok vagyunk. Tehát ha én zsidó lennék, akkor én teljesen magától értetőnek venném, hogy az anya révén tartanak nyilván. Ugye, mert ott az anya révén tartják nyilván. Az embereket nálunk ez nem így van. Nálunk az apa révén, bármilyen furcsán hangzik, igenis megbízható az apa. Megbízható. Egy normálisan működő társadalomban nyugodtan hagyatkozhatom arra, hogy az anyám férje az az én apám. De semmi gond nincsen, semmi ilyen okol alatt, azért csak az anya biztos, nem így van. Lehet, hogy nálatok így van, drágám, hát akkor eléggé sajnálok is benneteket, nálunk ez nem így van. Nálunk úgy van, hogy az én édesanyám férje, az nekem az apám, és föl nem merülhet az, hogy nem. Addig él ez a társadalom. Tehát minden esetre ez a dédapa, ez az anyán túlmutató ősöket jelöli. És ez borzasztóan fontos, mert itt vagyok én a legmagasabb ponton az évkörben. Tehát ez azt jelenti, hogy a fénnyel legtelítettebb tulajdonságkör az az én őseimnek a tulajdonságköre. Ha én valahonnan erőt akarok kapni, én onnan kapom. Na most, ha valakinek nincs ilyen őse, mert elherdálta, hát az persze, hogy ezért irigyel engem. És ezt ki is fejezi. Hát szerezzen magának ugyanilyen őst, már elnézést kérek, vagy legyen ő egy dinasztia alapító, és legyen méltó arra, hogy majd az ő dédunokája őrá hivatkozzon. De tőlem ne vegyél az ősöm, mert én nem adom oda. Kész, ennyit erről. Nekem nagyon fontos, hogy a saját őseim, azok tényleg kiváló emberek voltak, erkölcsileg nagyszerű tőkét hagytak rám, egyébként fizikailag még semmit, de nagyon helyes, mert így tudja az ember értéke szerint becsülni az örökséget. Ami benne érték, azt becsüljük, és ne azt, ami talmi. Tehát minden esetre itt a dédapáról van szó. Na most, nézzük tovább. Mi következik az oroszlánnál? Egy F és egy R. Az oroszlán milyen közeg? Nagyon hűvös, ugye? Hát ez maga a forró. És ezt nagyon jól lehet érzékelni, még úgy is lehet, hogy most nem írom oda, mert akkor beleszaladok a következőbe. Ez lehet igei jelentés is, és akkor elég ennyi, hogy forr. De lehet forró is. Minden esetre ez a tüzes közegnek a működése a világban. Ez az oroszlánra jelentő, és akkor mi lesz a szűznek a megfelelője? Itt egy G és egy S van. Ne felejtsük el, hogy mi történik az oroszlánban. Kánikula van. Túladagolt a hő, az azt jelenti, hogy hát bizony elég.
már az elégen is túl elég, az, ami éghető a természetben. Tehát például kiszáradnak a füvek, kopár lesz a világ, és ennek mi a következménye? Gyász, természetesen. De ha valaki a hétköznapi életre akarja, bocsánat, még itt tartunk, ez az égés. Tehát ez a szűznek megfelelő, és ennek a következménye a gyász. Tehát egyet ugrottam, de egyébként minden helyen van. Tehát a forrónak természetszerűen az égés a következménye, és ebből fakad az, ami itt kiegyenlíti a dolgokat. A gyásznak ugyanis nem az a szerepe, hogy mi jajongjunk, hanem az, hogy kiegyenlítsen. Tehát azzal én megadom a tisztességet annak, aki távozott, és ezzel egy egyensúly újra helyreállt. Aki állandóan lamentál, és nem tudja elengedni a halottját, az a halottnak is rosszat tesz, meg saját magának is. Mert nem engedi, hogy kiegyenlítődjék ez a veszteség, és végül is mindkét fél megelégedésére zárulja. Na most a gyásznál élünk el először egy oppozíciós helyzetet, tehát amelyiknek már a túloldalán is voltunk. És innentől már ezt a kapcsolatot is lehet vizsgálni, tehát a nagy boom, amelyik egy életet elindít a Földön, minden életindítás egy halált is elindít. Erről el szoktunk feledkezni, tehát ezért óriási felelősség életbe indítani. Hát embertalántákat, ezért nem kell jajongani, hogyha egy nemzet, ha veszélyben érzi magát, nem szívesen indít életbe újabb csemetéket, mert óriási a felelősség. Tehát abban pillanatban, ha megteremti magának azokat a létfeltételeket, hogy már elindulhat, akkor egy éven belül az egész népszaporulat újra visszazökkenhet. Tehát ez nem jajongás kérdése, ez felelősség kérdés. Minden esetre a következőben lehet látni, hogy hogy lehet tovább lendülni innen. Hogy lehet? Hát az mit ad ki? Hit természetesen. Annyira magától értetődő. És azt is lehet érezni, hogy ez a skorpiónál van. Na most itt tényleg el lehet csodálkodni. Pont a skorpiónál a hit? Hát igen, pont a skorpiónál. Mi a skorpiót általában az altestünkön kezdjük tanulmányozni, és nem azt tanulmányozunk elsősorban, hogy a skorpió az az évkörben és a neki megfelelő térbeli rendszerben, tehát a csillagképek övezetében, ez éppen a világ mindenség központja felé mutat. Tehát nem a saját tejútrendszerünk központja felé, mert a felé a nyilas mutat, hanem a mindenség központ felé. És ha nem onnan jön az élet, akkor honnan jön? De ahhoz, hogy az ebbe a kis körbe jöjjön, ahhoz előbb a nyilason át kell tételeződjön. Na most ez viszont hit kérdése. És ez borzasztóan fontos tétel, mert mi ezt a közvetlen kapcsolatot gyakorlatilag csak a tantrában találjuk meg, ahol a szexus, tehát magának a két nemnek az egyesülése, az a legmagasabb szintű vallási ceremónia. Na most erre gyorsan mindenki át akar iratkozni tantrizmusba, de ez nem így van, mert úgy rugdosnák ki őket már a felvételin, hogy nosza, mert ez nem piszkos fantázia kielégítésére szolgáló gyakorlat, hanem ez a legmagasabb szintű, hogy mondjam csak, találkozás típus az Istenséggel, amikor teljes mértékben beleáldozom magam egy másik emberbe. Na most jelenleg nem ez a gyakorlat. Majd jelenleg az a gyakorlat, hogy élvez annyit a másikból, amennyi csak élvezhető, majd utána dobd el, mint egy majmot, amilyen rongyot. Tehát teljesen másról van szó, amikor a tantrizmuson belül a hit és a szexus összekapcsolódik. De tényleg összekapcsolódik. Na most a nyilashoz érünk, és ha én a hitet foganatosítani akarom a világban, és embert keresek, aki ezt megnyilatkoztatja, tehát akinek a tevékenységén keresztül ez nyilvánulni fog, akkor kit fogok találni? Hát a jé az nyilvánvalóan jó lesz, és a tjé atya természetesen. Tehát annyira gyönyörűen kirajzolódik, hogy ez itt a jó atya, itt pedig ugye, ahol az ősöknek a fizikai síkon való működése, kap megfogalmazódást, ott pedig a déd apa jelenik meg. Nagyon nagy különbség van az atyai és az apai tulajdonság között. Ő indít,
ő pedig megvalósít. Tehát az atya és az apa az két merőben különböző kategória. Az atya az az adományozó, az apa az a végrehajtó. Tehát nagyon szépen tükröződik a megfelelések rendszerében. A kávé az rögtön, hát így is, hogy kimondom kávé, ezzel szoktak a gyerekek egyébként szórakozni, de nyugodtan rájuk lehet hagyni. Ugyanis hát a kávé ebben a formában tényleg nem magyar szó, vagy nekem is nem magyar eredetű, de bekapcsolódott ebbe a rendszerbe. Hanem nyilván a kát azt kőnek fogom olvasni, és a vét övnek természetesen. Ez egy kőöv. Tehát mit csinál? Bezár. Kijev neve egyébként minden valószínűség szerint innen származik. Vagy legalábbis ezzel nagyon nagy mértékben rokon. Tehát egy kővár, egy kőöv. Na most ez a kőöv, ez a megbénító, de egyben a lefékezéssel meg is óvó rendszert adja az évkörön belül, és ez az, amit mi a vakon belül egyrészt szimpatikusnak találunk, mégpedig rendkívül szimpatikusnak, mert ha nem működik a kőöv, akkor kitörne az élet, túl korán törne ki és elfagyna. Tehát ez a pozitív szerepe. Másrészt, ha akkor is körbezár, amikor már eljött az ideje a kibontakozásnak, akkor az a negatív szerepe. Most mi általában ezt a negatív szerepet vesszük észre, mert állandóan nyüzsögni akarunk. Tehát ezért nem szimpatikus számunkra általában a bak. Pedig azért ne felejtsük el, hogy itt születik a megváltó is. Tehát ez egy nagyon fontos, hát hogy mondjam, időegység az évkörnek. Tehát ez a kőöv. Na most a vízöntőben, ezt gondolom azonnal kitalálták, mi történik, minden energiává alakul át. Tehát nincs fogható minőség az életnek. Ezt nevezzük mi, ha már nagyon földúsul, akkor láznak. És zárul a kör, és egy olyan gyönyörű képletet kapunk, hogy az ember tényleg már nem is nagyon tudja, hogy mit szóljon hozzá, és az ellipszilonnal hát gyakorlatilag egyetlen magyar szó kezdődik, az a lyuk. De ezt szemmel láthatok, semmiképp nem akar lyuk lenni, hanem itt megfordul a dolog. Tehát ha én értelmes magyar szót akarok belőle kiolvasni, az csak zsája lehet. És akkor látom, hogy ja, de hát hiszen itt vége is van az évkörnek. Sőt, vége van az ABC-nek is. Tehát lezárja. Nem folytathatom tovább. Tehát itt csak ebből az irányból indulva olvasható, és akkor kapom meg a zsája. Gondolom, mindenki ismeri ezt a növényféleséget. Na most a zsájának egyébként is elég fontos szerepe van néphitben és orvoslásban is. Ennek külön utána kellett nézni, mert más szövegekben is előbukkan. Hát olyan olvasat során, amelyik hát szintén a másra hangzó kategóriákra épül. És azon belül, hát itt most remélem észrevettük, hogy rendkívül szigorúan bántunk a magának, vagy másra hangzókkal. Tehát még csak annyit se engedtünk meg, hogy a saját kategórián belül váltakoztathassuk. Nem engedtük meg. Ha D volt, az D formában lehetett csak ismételni. Nem lehetett se T-ként, se T-ként. Ha P volt, az P-nek kellett, nem lehetett se B-nek, se V-nek, se F-nek. Tehát ez egy roppant szigorú rendszer. Miért? Azért, mert itt már egy egyértelműségre törekvő írásszerkezetről van szó. Nem úgy, mint a másrahangzó kategóriákkal dolgozó képírásnál, arra majd rá fogunk térni, de ha megnéztük ugye az óravázlatot, az csak a harmadik harmadában jön majd a mai estének. Tehát a képírás és a betűírás kapcsolatáról ott fogjuk majd ezeket a másrangzó kategóriákat részletezni. Itt nem erről van szó, itt arról az írásrendszer, amit ma is tanítanak, csak nem jól. Nem úgy, hogy átélhető legyen. Na most ez, amit én fölírtam, ez nagyjából el is dönti, hogy bizony ezt az évkör mentében célszerű ilyen módon tanítani. Na most egy határig ez megoldható, de egy határon túl nem. Miért? Azért, mert mi a szűz havában kezdünk el tanítani. Annak is a második dekanátusában, tehát szeptember elején. Tehát nekem akkor tulajdonképpen itt a G-nél és az S-nél kellene kezdenem. Az meg megoldhatatlan. Tehát akkor nem fogja az ABC-t, mint ABC-t soha megjegyezni. Na most a dolgot, pedig az ABC-t nagyon fontos, hogy mint ABC-t is jegyezze meg. Tehát úgy, hogy A-val kezdem, utána B-vel, C-vel, C-vel, és miért? Mert különben nem fog tudni lexikont forgatni.
Tehát roppant fontos, hogy a megtanulás első szakaszában már ebben a füzérben tanulja meg a betűvetést. Ezt például ma eléggé elhanyagolják iskolában. Majd erre is mindjárt rátérünk. Tehát először még szaladjunk végig a másik lehetőségen, és akkor most én letörlöm a táblát, mert itt mind a kettő nem fér ki. Addig is magunknak mellé írhatjuk következő betűpárosításokat. Azt hiszem, most rendben vagyunk. Tehát, hogy érthető legyen, itt a B után most nem a sorrendben következő, E után következőt, hanem az utolsót írom. Tehát így egy B és egy Z lesz. Ezt már tulajdonképpen rutinosan kezdhetjük taglalni magunkban, vagy pergetni magunkban, hogy vajon milyen szó adódhat ki ebből. Aztán utána a C, utána a Z jön. Ugye, mert a Z előtt, ugye itt a Z volt, aztán a C-nél mi jön? V jön, a D-nél K, a, ez itt az F volt, itt a T, a G-nél az R, a G-nél, de lehet, hogy itt most elcsúsztam, pillanat, azt mondja, hogy pillanat, igen, F ez itt van, ott már T van, T, K, új, B, Z, eddig nem volt baj, hanem azt mondja, hogy R, itt az S, bocsánat, itt az S jön, itt jön az S, és itt jön, és ezt így, itt jön az R, itt a P, itt az MN, eny, úgy van, itt az N, és itt az M. Jó. Na kérem szépen, akkor most nézzük, ebből adódik-e ki valami. Na most nem tudom, hogy érzékeljük-e, most megint egy 12-szeres nehezítés van. Tehát annak a valószínűsége, hogy ebből is kiolvasható egyáltalán értelmes szavak sorozata, és ráadásul, hogy ezek az értelmes szavak is kapcsolatba hozhatók a nekik megfelelő évköri egységgel, ennek már olyan kicsi a valószínűsége, hogy itt már nullák tulajdonképpen a Föld és a Nap között alig férnének el. Tehát kezdjük el. Itt hát általában Bözsit szokták mondani, mert nem nagyon ismerik a magyar szókincset, tehát eléggé letaglózó, hogy egy városi ember például a magyar szókincsnek töredék részét használja csak. Egy nagyon kiváló nyelvész barátom, Végmár Józsefnek hívják, ő például eleve, hát meglehetősen szigorúan úgy fogalmaz, hogy ahogyan ma egy városi ember Magyarországon beszél, az nem a magyar nyelv, az egy fordítás nyelv. Tehát először egy általában angol nyelvű szöveg fogalmazódik meg benne, nem angolul, hanem azonnal áttevődik magyarra. Miért? Azért, mert az újságban ezen a nyelven olvas híreket, a rádióban, tévében ezen a nyelven hall híreket, ezeknek semmi köze nincs a magyar nyelvhez. Én nekem újabban már tanítványok munkájában egyfolytában javítanom kell, mert olyan helyre teszik a határozó szót, ahol a magyar soha se teszi. Tipikusan az angol teszi előre. És nem is jön rá, hogy hol hibázott. Az ember alig győzi magyarázni neki, de ide figyelj, hát most elmondom neked hangosan ugyanezt a mondatot magyarul, meg úgy, ahogy te leírtad. És már nem érzi a különbséget. Tehát hihetetlenül elrontották a nyelvérzékünket, nem tragikusan, nem véglegesen, de erre vigyázni kell. Most az, hogy az ember egy ilyen mondjuk előadót vagy műsorvezetőt például, hát ez régen így volt, hogyha valaki nagyot vétkedett, akkor minden iskolából kizárták. Na most én például behoznék egy ilyen rendet, tehát minden tévéből kizárnám, vagy minden médiából, tehát tollat se vehetne a kezébe, de akkor kimaradna a televízióban. Tehát valami hihetetlen mértékben lezüllött a nyelvhasználatunk. Na, minden esetre van egy olyan, és szavakat nem ismernek emberek. Hihetetlen. Tehát ha azt mondom, hogy Bozsó, akkor hát mondjuk a társaságban a kettő azt mondja, hogy festőművész Kecskeméten nemrég halt meg. Na, de a neve nem jelent semmit. Hát hogy a csodában ne jelentene? És ha tovább képzem, akkor hogy Bozsog, azt már tudom, arra már ráismerek. Ez azt jelenti, hogy nagyon mozdulatlan.
Hát dehogy is, ott kezd nyüzsögni, ott kezd élni. Hol vagyunk most? Tavasszal. Tehát egy nagyon fontos kérdésről van szó, tessék megismerni a nyelvünket. Addig lehetőleg ne tanítsuk, amíg nem ismerjük. Tehát ez a bozsó, amelyik ennek az alap szavát, azt teszi melléknévi igenévé, és a bozsó az így lett személynév is. Aztán a C-ből és az E-ből. Most ne felejtsük el, hogy a bikában vagyunk. Na most itt megint mi a gond? Az a gond, hogy vannak szavaink, amiket csúnyának mondanak, és ezért nem használunk. Tehát ha én azt mondom, hogy a C betűt azt duplázzuk meg, mert tehetjük. Hát akkor rögtön tudom, hogy mit csinálok. Hát én ezt most nem fogom odaírni, de gondolom kitaláltuk, hogy miről van szó. És ez azért is nagyon fontos, mert ha én csak magát az alakmásangzót, ami az előző felsorolásban is most is megmaradt, megnézem, kiderül, hogy a bikánál indul el, ott még csak kicsi formában, mint C, meg megint C, köztük hát valamilyen magánhangzó meg utána is, de ugyanaz a magánhangzó, és akkor utána, ha C-nél vagyok, az már nem C, C, C lesz, hanem C, C. Tehát lehet érezni, hogy telt az idő. És mire ide jutunk, ahhoz szoptatni kell vele, mi lesz belőle? D, I, D, I. Tehát ezek benne maradnak a második olvasatban is. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az első, mással hangzó a kettő közül, ez ugyanaz marad mind a kétféle olvasati módban. Csak más lesz a második mással hangzó. És így lesz itt, hát itt nem lehet megkerülni a kérdést, itt csak ezt lehet. Hát lehet cicáznak is mondani, ha nagyon akarom, tehát úgyis azt fejezi ki. Ez olyan, mint az ott hagyja, mint ebbe a szaharát. Hát mindenki tudja, hogy nem a szaharát hagyja ki, hanem itt egy hát ötlet van. Tehát a következő pedig, ez a csé, ez pedig megint egy elég fontos tétel. Például ha azt mondom, hogy csébe, egyáltalán tudjuk, hogy mit mondtam. Tehát a csévél valaki. Mert nem nagyon szoktuk tudni, tehát egy szerkezetre utal vissza. Ne felejtsük el, hogy a tejút szerkezete az olyan, hogy az ikreknél és a nyilasnál metszi az évkört. Tehát itt indul el egy spirál jellegű mozgás, amelyik kihatva idáig, tulajdonképpen a testetöltésnél már az ikrekben jelenik meg. Tehát ez a csévé. Na most, ha tovább megyünk, itt a D, és itt jön az első gyönyörű dolog. Hogy ha én fordított irányba olvasom, akkor itt nem az apa jön a déd után, hanem az atya. Tehát bizony mind a két tulajdonságot ki kell próbálni, mind a két helyen, és már rögtön látjuk, itt meg a jó apa jön majd. Tehát így váltja egymást a tyi a p-vel. Ha utána következik itt egy F és T betű, hát ezt rögtön ki szokták találni, mert ez nyilvánvaló. Most ugye az oroszlánba mentünk át, itt valami nagy-nagy fokú dinamizmust kell kapnunk, és ebből mi lesz? A fut nyilvánvaló. Lehet futónak is, de lehet fűtőnek is, sőt fűtnek is. Tehát nem kell nagyon messzire mennünk a forrótól, mert ahhoz, hogy forróság legyen, azt valahol fűteni kell. De azt is lehet érezni, hogy az egész mozgásrendszer, amit mi egy fölgyorsult emberi mozgásként tapasztalunk, tehát mikor nem megyek, járok vagy jövök, hanem futok, az már egy fűtöttségnek a következménye. Ott már valami okozza ezt a fölgyorsulást. Na most utána következik megint a szűznél egy borzasztóan fontos dolog. A G után itt nem S jön, hanem S. Mi lesz belőle? Hát az egész, az elejére is lehet magánhangzót tenni. Az a lényeg, hogy a mással hangzó rendszer. Na most a szűznek a mentalitása, ahogyan az a világot hát modellezi, az pontosan az egésztől való eltérésnek a különböző fokozatait adja. Tehát a felosztás, a lényege, az, hogy hogyan analizálják a valóságot. Gyakorlatilag ennek a rendszernek a keretén belül tud csak az egészsége jelentkezni. Ez egy roppant fontos dolog, mert ha nem talál vissza a szűz az egészhez, akkor meghalt a világ.
Mert a csak fölosztás az végül is előbb vagy utóbb halálállapotba juttatja azt, amit én elkezdek fölosztani. Benne pedig itt van az egészre a lehetőség. És itt jön a következő, ezt minek tudnánk? Megint nagyon, nagyon érdekes, hogy tessék megnézni az egymással szemköztieket. Tehát ha én egyensúlyban akarok maradni, akkor nekem mire van szükségem? Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy ladik megy velem, most ne a szörfözésre gondoljuk, hanem ami még normális emberi közegben is előfordul. Megyek egy ladikon, és valamilyen oknál fogva járnom kell a végén. Mi fog engem, mert milyen tulajdonságom fog megtartani egyensúlyban? Az, hogy ügyes vagyok, vagy nem. Tehát itt ez megint nem kérdés. Tehát ez az ügyesnek az esete. Ez a gyes. Ebből mi lesz? H és R. Hát a hír. A hír és megint a hír. Honnan jön? Eredetileg onnan, ahol elindult a mindenség képződés. Tehát a skorpión keresztül. De lehet belőle húr is. És a húrnak megint csak több jelentése van. Mindenesetre, ha húrnak veszem, akkor érzékelem, hogy a bika van vele szemközt. Tehát itt az energiségnek a vonalán tudtam elindulni. Jó apát megláttuk, a bakkal összefüggő tulajdonság, K és eny. Hát a bakban ezt tapasztaljuk leginkább, ez mi? A kény, kény. Ezt mi általában az önkény formájában tapasztaljuk, de az, hogy kényre, kedvre ki van neki szolgáltatva az élet, ez a kény. A kény szavunkat se használjuk eleget, pedig a kénytelen formában ott már nagyon is hát találkozunk vele az életben. Most itt hol vagyunk a vízöntőben? Nyilvánvalóan lenne. És itt már rögtön azt is lehet látni, ez a második olvasat, ez valószínű, hogy inkább a precessziós nagy évben értelmezi a dolgokat. Miért? Mert a precessziós nagy évben nem a rákban vagyunk a legmagasabb ponton, hanem az oroszlánban. És ott hol vagyunk legmélyebben? Persze, hogy vele szemben a vízöntőben. Tehát az van lenn. És akkor most jön a még nagyobb meglepetés, hogy itt is meg kell fordulnunk. Tehát akármit ügyeskedünk, az utolsó stáción, a halaknál mindenkit vissza kell fordulni. És ha itt lent voltunk, itt mit fogunk megtalálni? Hát magát, a mélységet. Tehát ez a mély. Mély. Mert ezt csak fordítva lehet megint olvasni. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a kétféle olvasatban nagyon szigorúan véve a mással hangzókat, semmit nem engedve, még kategórián belül se váltakoztatni, egyértelmű megfelelést találtunk a 12 állatövi jegy, pontosabban jegy érvényt tartam, és a hozzájuk tartozó másra hangzó párok, az általuk előhívott magyar szavak, hogy pontosabban fogalmazzak, között. Na most erre mondja az ember, hogy gyerekek, szabad a vásár, tessék, jöjjön ide, szlovák, csinálja meg. Ha megcsinálja, utána kivonhatja a nyelvünkből az úgynevezett szláv jövevényszavokat. De amíg ezt nem tudja megcsinálni, addig hátrább az agarakkal. Addig szó se lehet semmiféle jövevényszórendszerről. Addig megfelelésekről lehet szó, ezek lehetnek szabályosak, de semmiféle kölcsönzés, átvétel, és így tovább. Szóba se jöhet. De minimum egy ilyen rendszer. Természetesen nem ez az a rendszer, amit és csak is amit ki lehet mutatni a magyar nyelvben, hanem ennél ezerszer gazdagabb. De ezen az egyetlen vonalon közelítve is, hát én azt hiszem önmagáért beszél. Na most nagyon gyorsan, mert ez a dolognak az elméleti része volt, valamit a praxisról. Tehát ha én ebben a rendszerben akarok általános iskolában, mondjuk első osztályban tanítani, akkor döntően fontos, hogy először a pedagógusok nagyon-nagyon jól ismerjék ezt a rendszert, tehát vérükké váljék. Ez körülbelül egy maximum egy év alatt, de inkább egy fél év alatt elérhető. Tehát itt nem az a baj a pedagógus nemzedékkel, hogy buta, nem buta.
És különösen nem buta az alsó tagozatnál, ezt megbeszéltük már, mert ott még a kontraszelekció nem olyan szigorú. Tehát oda még normális ember is bekerülhet. Egyetemi oktatói szintre alig, alig. Tehát itt az elmúlt nem 40-50 év, hanem 200 év olyan írtást végzett, hogy tényleg Isten csodája, ha egy egyetemi tanár az még normális. Tényleg, de az tényleg Isten csodának kell tekinteni. De az óvodában, azt a múltkor megbeszéltük, hemzsegnek a jobbnál jobb pedagógusok, és az általános iskola alsó tagozatában is, mert senki se irigyli őket. Ezért a fizetésért tényleg senki se irigyli őket, meg ezért a megbecsültségért. Tehát ott még megint csak rengeteg az igazán jó pedagógus. Tehát ővelük nincs nagy gond. Fél év alatt állítom és vállalom, hogy a legrosszabb eleresztésű pedagógusokat, akik magukat nagyon rossznak értékek, azokat is meg tudom tanítani erre. Tehát ez nem nagy kunszt. Mert ebben élünk. Tehát amikor már rá tud hangolódni erre a ritmusra, utána a saját maga fedezi föl az újabb és újabb szépségeket. De nem kell ezt olyan rettentesen agyon tanítani. De minden esetre, ha magukat a pedagógusokat felkészítettem, még szinte semmit sem végeztem el. Múltkor említettem már, de itt most külön is hangsúlyoznám. Mi ezt a rendszert úgy vezettük be, hogy a pedagógusokkal egyidejűleg a szülőket is megkértük, jöjjenek be is jöttek, és amikor ők megértették, akkor vettük tudomást, hogy na ez most már tanítani lehet. Mert ha hazamegy a gyerek, és ő többet tud a szülőnél, az botrányt okoz. Tehát azt jobb, ha kihagyjuk a számításba, és miután a szülők is azonnal megértették, tehát ott se kellett több fél évnél. Normális szülő, ha egyáltalán érdekli a gyereke sorsa, akkor kitüntető figyelemmel kísérem, mint a pedagógus mond, és ha figyel oda, akkor rögtön meg lehet érteni. Tehát szülő nélkül nincsen iskola sem, nem csak óvoda. Na, minden esetre a szünet után még elég sok elintézni valónk van. Én azt hiszem, hogy legkésőbb egy 5 perc múlva ki fog törni a szünet, mert majdnem, hogy befejeztük ezt a témát. Egy nagyon rövid átkötő témát hadd említsek még egy pillanat, most puskázom. Azt mondja, hogy... Igen. Tudnék, a magánhangzók... Jó, maradjunk annál, hogy a magánhangzókat még megpróbálom. Tudnék, ezt akkor le kell törölni. Törölni lehet? Jó. Akkor ide tenném be azt a témát, amelyik meg fogja könnyíteni a magánhangzó rendszerrel való megismerkedést, ugyanis az nem annyira egyszerű és nyilvánvaló, mint a mással hangzóké. Most erre azt mondja, hát akkor persze már előre kezd mentegetőzni, akkor ez nem is lehet olyan tökéletes rendszer. Hát ne ebből induljunk ki, ha abból induljunk ki, hogy ami dinamikus jelleg, az persze, hogy nehezebb megfogni. Tehát egy statikus rendszert, ami a mással hangzók rendszere, azt nyilvánvalóan tovább tudom tanulmányozni, mert állapotszerű. A magánhangzó rendszernek sokkal illékonyabb a tulajdonságrendszere. Hát nagyon gyakran meg se tudom fogni, hogy milyen magánhangzót ejtett ki valaki. És erre szoktam én azt mondani, hogy jó, hát akkor most beszélgessünk egy kicsit a magánhangzókról, és akkor én először elmondom. Ha én azt mondom, hogy tármillió szövátkézát, akkor én mit mondtam? Na akkor most írjuk le. Tehát ha én ezt fonetikusan leírom, és ezt így mondják, tehát ez most elég sokáig kellett gyakorolnom, még ilyen tökéletesen megy, tehát ez tármillió szövátkézát. Na most az egészben azzal, hogy termelő szövetkezet, hát gyakorlatilag ez a szövetkezet ője az egyetlen, amelyik megegyezik. És ha én elkezdem mondjuk számítógéppel modellezni, én már itt, már azt fogom kapni, hogy a T még a T alá kerül, az E az A alá, hát ott már látom, hogy nem lehet ugyanaz a szó, ugye kettő közül már csak az egyik egyezik. Harmadiknál kicsit visszatér a reménység, itt megerősödik, itt megint elvész. Mert ugye az E, ez meg E.
Na most itt pedig teljesen el fog térni. Itt már a második el az ű alá kerül. Érthető? És akkor ott már kész, kijelzi a számítógép, itt már nem lehet szó ugyanarról a fogalomról. Tehát egy másik szóval állunk szemben. Mert rögtön el kell számolni, ugye a számítógép minden számosságba tesz át. És abban a pillanatban kiderül, hogy ez nem lehet azonos szó. És már így is jegyzi be, ez a kettő nem azonos. Nem tudom, követhető. Tehát nagyon lényeges, hogy magánhangzóval mi tényleg lélekkel töltjük föl a szavakat, és ha én azt mondom, hogy mondjuk mögen, akkor mit mondtam ki? Megint. Ugye? Csak én most nem is szegediesen, hanem én kecskemétiesen mondtam ki, vagy nagykörösesen. Tehát ott eszükben nincs azt mondani, hogy megint, azt mondja, hogy mögen. És kész. Hát egy más hangzó van ereve kevesebb, és hát a két magánhangzó közül egyik se stimmel. Tehát a példákat tetszés szerint lehet szaporítani, én most ezt le is törlöm. Egy biztos, hogy a magánhangzónak egészen más a szerepe a nyelvben, és tulajdonképpen ez az egyik olyan kritérium, amelyik teljesen mereven elválasztja az indoeurópai nyelveket a úgynevezett agglutináló, tehát például a magyar nyelvtől. Maradjunk most a magyar nyelvnél. Magyar nyelv sem áll egyébként egyedül ezzel a tulajdonságával, de teljesen tisztán mutatja a különbséget. Hogyan mutatja? Úgyhogy az indoeurópai nyelvek egyneműnek tekintik a rájuk bízott feladat tekintetében, tehát a nyelvi feladat tekintetében egyneműnek tekintik a mássalhangzót és a magánhangzót. Ez mit jelent? Erről nevezzük el őket flektáló nyelveknek. Tehát azt mondom, hogy gehen, ugye, menni, jelen idő, és gehet, gehst, és tavista, akkor ennek a múlt ideje az a magánhangzót változtatja meg. Ging. Itt már nem e van, hanem i van. És a befejezett múlt pedig gangen. Ott meg az a jelenik meg. Tehát a nyelvi jelölőszerep az a magánhangzó területén zajlik le, pontosabban fogalmazva a magánhangzó és a mássalhangzó egyneműnek tekinthető a nyelvi jelölő funkció szempontjából. Ez érthető? Roppant fontos, hogy értsük meg. Ha azt mondom angolul, mert angolul most már talán többen tudnak, hogy I can ezt meg azt. Gondolom ismeretes. Na most A-t ír, E-t mond, hát ezt nagyon jól tudjuk, mert ha azt mondja, hogy mondjuk azt akarja mondani, hogy madzag, akkor leírja, hogy zsinek, tehát ezek már ismerős dolgok. Tehát ha azt mondom, hogy ken, azt ő A-val írja le. Na jó, de ha múlt időbe teszem, ott már nem A lesz és nem E, hanem azt mondja, hogy could. Tehát és mert nem mondom, csak nem út ír le, tehát ezt felejtsük el, mert amit mond, azt még véletlenül se írja le. De nem is ugyanaz, mint ami a jelen időben, vagy hát mondjuk, jó, maradjunk ennél a példánál, jó? Mert pont a Ken igénél nem érdemes tovább folytatni. Na most, még egy apróságot, mert azt hiszem, hogy ezt is fontos tudnunk, hogy gyakorlatilag az indoeurópai nyelvekben, és ennek most nagyon nagy szerepe lesz, csak állapotszerűségekkel tudnak, hogy mondjam, jelentőségüknek megfelelően bánni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk az általunk leginkább ismert nyelvekre hadd hivatkozzam most, ez a német és az angol. Tehát jelenleg Magyarországon ezt a két nyelvet beszélik legtöbben. Most már kicsit elhúz az angol javára, de tulajdonképpen még mindig a németet nagyon sokan beszélik. Franciát ehhez képest töredék, olaszt még kevesen, tehát ezekre lehet hivatkozni. Na most, ha én azt mondom, hogy a német az ige ragozást végez, vagy az angol ige ragozást végez, akkor én helytelenül fogalmazok, azt hiszem erről esett szó már múltkor. De konkrét példát nem mondtam. Átsiklottunk a dolgot. Tehát mi történik itt? Ha a német köznyelvet beszél, a legritkább esetben használ jelen időt, és nagyon ritkán használja a félmúltat, vagy befejezetlen múltat, hanem általában a befejezett múltat használja. Tehát ez kétféleképpen alakulhat, ha mozgást jelent elő ige, például gehen-igénél, akkor azt mondja, ich bin gegangen. Ezt a magyar úgy fejezi ki, hogy mentem.
Ha nagyon okoskodni akarok, azt mondja, hogy én mentem, de az én itt már teljesen fölösleges, mert ha azt mondom, hogy mentem, akkor nyilvánvaló, hogy nem te, nem ő, nem mi, én nem ti, nem ők, hanem én. Tehát ő már benne van magában a személyrabban. Tehát minden esetre ő azt mondja, ich bin gegangen. Ezt fordíthatom én úgy, hogy mentem. Hát ha pontosan akarom fordítani, nem ezt jelenti, hanem mit jelent? Az, hogy én vagyok valaki, aki ment. Tehát az én jelzőm lett az, aminek igeként kellett volna hatnia. De nem ige, melléknév igenév. Tehát azonnal átcsúszik a névszó kategóriájába, és a névszó kategóriában már csak két dolgot tud vele csinálni a német. Vagy saját jelzőjévé teszi, tehát én vagyok valaki, aki ment, vagy ha nem mozgást jelentő ige, tehát például én tettem, ich habe getan, akkor pedig mit csinálok? Ugyanígy átteszem névszóvá, tehát melléknév igenévé, és birtokba veszem. Érthető? És miután sokkal több a nem mozgást jelentő ige, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag német számára a múltja azt jelenti, hogy egyre több dolgot birtokba vett a világból. És ez egy mentalitás. Tehát nyelven gondolkozunk, így modellezzük a világot, egy német számára akkor válik valami befejezett múltá, ha kisajátított valamit. És erre is törekszik. Most például bennünket, ez lényegtelen kérdés, mert utánunk jön a következő, aztán megint következő, tehát ez a bizonyos drangna hosten, tehát ne állj meg, menj tovább, ami utadba kerül, az sajátítsd ki, nem tud vele más kezdeni. És még nem is tudhatjuk, hogy hogy járunk jobban, ha a magyart a tulajdonságává teszi, vagy birtokba veszi. Mert ez a két lehetőség van, más nem tud csinálni. Tehát iszonyatos nagy csapdám a nyelv, ezért nem mindegy, hogy hogyan tanuljuk a magyar nyelvet. Mert ha ennek a mintájára tanuljuk, akkor mi rossz kis vacak kizsákmányolók leszünk, és mint kizsákmányolók valószínűleg egy százas névsorban a 99-ek leszünk legfőjebb. Mert nálunk sokkal jobban zsákmányol ki az, akit a nyelve eleve erre képesít. Egyfolytában így modellezi a világot számára, mint birtokba vehető dolgot. Tehát ezt feltétlenül meg kell egyeznünk, mert ezzel függ össze az, hogy nálunk a magánhangzó rendszer, ami egy dinamikus rendszer, tehát ami nem hozható azonos nevezőre, nem sorolható ugyanabba a kategóriába, mint a mással hangzó, tehát ez azt jelenti, hogy nem is lehet ugyanazt a nyelvi feladatot rábízni. Ezért van az, hogy a magyar nyelv és a hasonló szerkezetű nyelvek a magánhangzóval távolságot fejeznek ki, méretet fejeznek ki, ez mind a szubjektumhoz viszonyít. Tehát az átlelkesítés során derül ki, hogy valami itt van vagy ott van, hogy ennyi vagy annyi. Tehát ezek a magánhangzó használatnak azonnal belátható, hogy mondjam, csak hozadékai, és hát az átlelkesítés során a magánhangzónak van egy nagyon szép tulajdonsága, ezt még már a magyar nyelvben, ezt általában is szokták ismerni, hogy harmóniára törekszik. Tehát ha én magas hangon indítottam el a szót, akkor ahhoz a toldalékok is magas hangúak lesznek. Na most ezt értékel, és ha mély hangok, akkor természetesen mély hangok, hát toldalékok, képzők, ragok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én azt mondom, hogy ablak, akkor én nem azt mondom, hogy ablak, ben, csücsült, a nem tudom, macska, hanem automatikusan ablakban, tehát ugyanazzal a lélekkel tudom folytatni, amivel elindítottam. Mert ha az ablak mély hangú, a magánhangzó szempontjából, hát akkor nyilvánvaló a toldaléka is mély hangú lesz. Most ez borzasztó nehéz annak megjegyezni, aki azt mondja, hogy kérem szépen a van-ben, az nálunk in, és akármihez kapcsolom, az mindenképp in lesz. Tehát azt mondjam, hogy mit tudom én in fenster például, az akkor is in, legfeljebb az in démet összevalom in-mé. Tehát ezt borzasztó nehezen érzékeli, hogy ha én már a fenster helyett mondjuk, mit tudom, egy tort mondok,
Tehát a kaput akkor is neki az én. Csak akkor legfeljebb más határozott név előtt kapcsol hozzá. De az, hogy itt többféle lehetőség van, ezt ő úgy érzékeli, mint egy bizonytalanságot és egy hogy mondjam, tehertételt. Ez a naknek, mi az, hogy naknek, mekeknek itten össze-vissza? Meg hogy mi az, hogy hoz-hez-höz? Már nem tudják kettőből se kigazdálkodni. Hát döntse már, hogy hoz vagy höz. Tehát ezek tényleg, de mert ezeket, ha valaki tanított már idegent magyarra, az tudja, hogy megőrülnek az ilyentől. Tehát egy teljesen más a logikája a nyelvüknek. Hát arra már nem is beszélek, és ez tényleg nagyon fontos tétel, hogy ha egy indoeurópai nyelvszerkezetet nézek, akkor mintha tükörképe lenne a magyarnak. Tehát ő nem azt mondja, hogy ablakban, hanem azt mondja, hogy im fenster. Tehát előre teszi azt, ami a viszonyítást jelzi, és aztán azt, amire gondol, tehát amihez viszonyít. Amihez a mi viszonyokat tisztázni akarja. De ennek a leggyönyörűbb esete a következő. Ezt egy barátomtól hallottam, aki hosszú ideje Németországban. Azt mondja, hogy leírja mondjuk a mai dátumot, ma hanyadika van, 28-a. Azt mondja, leírja, hogy 8:20. És akkor mondja neki a barátom, te állj meg. Te azt mondtad, hogy 8, és leírtál egy kettest. Azt mondta, hogy 20, de nem kettest írsz, hanem 8-at. Azt mondja, te teljesen meg vagy vadulva. Hát hogy? Hát akkor mondd azt, hogy 20 und, tudom én, 8. De hát ez nálunk nem így van. Hát akkor ne úgy írd. Hát írd úgy, hogy 8 und 20. Hát úgy a zsidók írnak. Hát jó, hát akkor... Te ezzel elmondtad, hogy ki vagy. Ez tudnék azért nagyon fontos, mert ha valaki ebben elkezdi a hazudozást, az nem fog tudni leállni. Minden dátumnál kétjegyű szám esetében hazudik. Ahogy kétjegyűvé válik a szám, már elkezdődik a hazugság, és ehhez ő hozzászokik, és nem illik ellene mondani. Szóval itt vannak a nagy bajok. Már nem is mondom, hogy amikor leírja, hogy 900, nem tudom, hogy mennyi, akkor kétszer is beleesik ebbe a hibába. Mert 900 az ugye így kezdődik, ez a 9, ez a szén, ugye pont fordítva van, és akkor utána mondjuk mennyi legyen, mondjuk 650. Tehát akkor megint leírja a 600, és leírja a 50-et. Tehát nem is akarom ezt tovább parodizálni, mert nem érdemlik meg szegény németek, de meg kell mondjam, nagy nyűg lehet egy ilyen nyelvszerkezetben élni. Különösen akkor, ha ezt föl se ismeri. És most az a gőg, amivel egy indoeurópai tud viszonyulni csúnya barbár magyarhoz, hát ez lenyűgöző. Lenyűgöző egy ilyen nyelvi alapon. Tehát mindenesetre kezdhetjük érezni először is, hogy a szünetnek eljött az ideje, hát sajnos már eljött, akkor a szünet után folytatjuk.